Sziasztok, és jó vagyok, és ez nem más, mint az Underground Project következő része, és ne zavarjon titeket, hogy repülök. Ugyanis kreatívban vagyunk, de nem a saját világunkban, hanem egy másolatában. Ugyanis mielőtt elkezdjük megépíteni ott a függő kis folyosónkat, azelőtt szeretném kipróbálni, hogy egyáltalán milyen anyagokból lenne értelme neki kezdeni, ugyanis minden épületnek, amit elkezdünk csinálni, nagyon hosszadalmas folyamata van, míg kitaláljuk, hogy mi hogy nézzen ki, és ahhoz, hogy ne örüljünk bele, érdemes mindig előtte kreatívban megépíteni, nem is minden épületet, de valamit, hogy lássuk, hogy egyáltalán mivel célszerű nekiállni, ne dolgozzunk kétszer fölöslegesen. Ugye én innen szeretném felhúzni az utat, és azt szeretném, hogy itt lógjon. Elsősorban én azt találtam ki, hogy láncokon lóghatna, nagyjából így, és egy ilyen, hát 2-3 széles út lenne. És a kérdés az az, hogy milyen blokkokból néznek jól. Én arra gondoltam, hogy stone bricket használhatnánk, slabeket, falakat, ugyanis a falakat hozzá tudjuk így csatolni ehhez, amiből tudunk csinálni egy ilyen tartó sávot, amin végig tudunk menni, akár rendes ilyen fával. Szerintem ez a világos fa nézne ki itt jól, és akkor ilyen három széles utat lehetne csinálni, és hogy ne legyen ugye olyan érzésem, mintha csak lebegne, ilyen kis tartó hidakat lehetne neki csinálni, mint a hinták lényegében, és akkor ezeket jó pár blokkonként nem is kell feltétlen kiszámolni, hogy mennyi, de ha először végigépítjük itt az utat, valamilyen ilyen formában, néha lehet benne egy kis emelkedő, a lényeg az, hogy mindig kapcsolódjon valahol, illetve legyen elég hely ahhoz, hogy el tudjunk sétálni itt. Itt például már célszerű lehet lejönni. Nem akarom végigépíteni természetesen kreatívban, csak annyit akarok megépíteni belőle, hogy lássuk, hogy mennyire kell kihúzódni, mennyire kell odafigyelni. És akkor kb. Valahol ide meg lehet építeni a következő ilyen kis tartó oszlopot. Valahogy így. De ez még így elég szegényes, úgyhogy lehet, hogy egy-két ilyen sötét blokkot bele lehet vinni, hogy feldobja a textúráját. Illetve azt is meg akarom nézni, hogy mi történik akkor, hogyha nem láncokat használunk, hanem fenszeket. Akár a spruce bának a fenszét, ez már sokkal ilyen merevebb, viszont jobban látható. Hát nem is tudom. Illetve, hogy mi van akkor, hogyha itt végighúzunk egy ilyen kerítést. Ugye ez nem csatlakozik hozzá, viszont a fencegate az hozzá tud csatlakozni. Azt viszont nehéz egybeépíteni, mert nem forog egymáshoz képest. És úgy viszont már nagyon távol van tőle. Illetve az is fontos, hogy alulról hogy néz ki, ugyanis itt fogunk járkelni. És nagyban függ a dizájn attól, hogy ez így hogy néz ki, mert nem lehet csak ilyen unalmas kerete a dolgoknak. Valahogy szeretném, hogy az alsó úttal egyféle hangulatba kerüljön. Viszont hogyha ugye itt végig se tudjuk húzni ugye a kerítést, csak az egy ilyen magasabb fél blokkon, de akkor viszont nem marad feltétlen járkálni való felületünk, de el se férünk, úgyhogy ez a dizájn ilyen formában nem állja meg a helyét. Hát ezzel a dizájnnal nem sokra jutottam. Próbáltam ilyen kis trapdoorokat, különféle fákat használni, illetve itt az aljával játszottam, hogy nézzen ki. De inkább úgy gondoltam, hogy kipróbálok egy másik dizájnt, ami viszont nagyon bevált. Úgyhogy szerintem ezzel fogunk tovább haladni. Ez alulról is nagyon jól néz ki, sétálni is nagyon jól néz ki rajta, és körbe van díszítve mindenféle dologgal, ami miatt távolról teljesen beleolvad a környezetbe, mintha direkt lenne ilyen. Úgyhogy ezt fogjuk használni. Próbáltam olyan anyagokat használni, ami van a környezetünkben, és van belőle bőven, hiszen bőven fog kelleni. Fából rengeteg fog kelleni, ugyanis ezek a tűzrakó helyek nagyon drágák Minecraft viszonylatban, és nagyon sok fog belőle kelleni. Azért próbáltam megtörni egy-két helyen, hogy azért ne kelljen végtelen mennyiségűt végigpakolgatni, meg az sem néz ki jó, hogyha csak egy egységes ilyen sín van folyamatosan végigrakva. Először úgy próbáltam megcsinálni, hogy merőleges legyen, de így vízszintesen sokkal jobb, mert lent ezek a sötét vonalak lényegében úgy vezetik a tekintetet, hogy arrafele halad az út, nem pedig keresztbe. Nem tudom, ez mennyire érthető, de a lényeg az, hogy ezzel a dizájnnal fogunk haladni, illetve itt ugye csak három széles út volt, ennél viszont már kiszélesítettem négyre, így már kényelmesen tudunk haladni, és sokkal vaskosabbra is megépíthetjük, anélkül, hogy dundinak nézne ki ez a függelék lényegében. Ennek annyi
hátránya van, úgymond, ami nem is inkább hátrány, hogy ugye nincsen benne lejtés így a tartóoszlopok között, mivel ezeket nem tudom úgy lepakolgatni, hogy csak kis távolságra legyenek egymástól, mert hogyha egyen lejjebb pakolom, akkor már sokkal lejjebb esik, és így lényegében bezuhan az ember, úgyhogy ezt a részét így kihagytam, maradt minden egységbe, viszont így meg vannak törve ilyen kis félblokkokkal, és akkor alulról csináltam neki egy nagyon alig látható kis ívet, és akkor minden egyes kis ilyen felfüggesztésnél lesz benne egy ilyen kis ív, ahonnan lógnak le különböző dolgok, és így sokkal, sokkal menőbb lesz messziről nézve is. A láncon is spórolni fogunk, egy darabot fogunk használni minden oldalnál, a többit pedig ezekkel a blokkokkal oldjuk meg, kerítéssel, falakkal és stb. Úgyhogy szerintem ezt a dizájnt így tartsuk meg a fejünkben, menjünk el fát vágni, mert ehhez rengeteg fára lesz szükségünk, és akkor kezdjük megépíteni a Survivorban. Hát egész nap vágtam a fát, de azért olyan sok nem gyűlt össze, úgy látom, hogy egy ilyen 10 stacknyi fa összegyűlt, de ez már bőven elég lesz ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni összepakolgatni, megépíteni itt a kis sétányunkat, a lomkorona sétányunkat. Azt mondja, hogy lopunk innen ennyi fát, fel is aprítjuk, csinálunk egy crafting table-t, mert crafting table-nek mindig kell valahol lennie a közelben. Hát és igazából oda kéne mennünk, valahol itt kéne elkezdenünk megépíteni, vagy az is lehet, hogy sorban kéne haladnunk, és akkor innen megépítjük a feljárót, mert különben bajos lesz lemeg feljutni. Jó, akkor lerakjuk egyelőre ide, hozunk 2 stack ilyen fát, ennek a feléből csinálunk ilyet, és akkor megkeressük a tűzrakásunkat, így 34 darabot tudunk belőle csinálni, ami egyáltalán nem sok egyébként, de úgy látom, hogy a bot hiányzik legfőképp, így még tudunk 8-at csinálni. Jó, hát 43-mal fogunk elindulni, és egyébként azt tudtam meg, hogy az ásóval is el lehet oltani a tüzet, úgyhogy így már jók leszünk. Jó, szerintem rendben vagyunk, gombát viszek még, lehet jól fog mutatni, illetve itt is rakok még le párat, hogyha engedi, tök jó. Jó virít, itt ez a piros gomba, úgy látom. Szuper. Szerintem a gomba itt el fog terjedni valamennyire, legalábbis remélem. Na, mivel még nem tudom, hogy fogunk feljutni, lépcső dizájnt ugyebár nem csináltam, ezért lehet, hogy célszerű tényleg itt elkezdeni, mert itt van a legnagyobb ilyen belógásunk, és akkor hozunk mindent, ami először is a talajhoz fog kelleni. Az ez, kell csinálnunk rengeteg kerítést. Nagyon nem jó ez a váltakozós dizájn, nagyon lassú vele haladni. Jó, ennyi kerítés elég lesz. Kell csinálnunk slabet. Jó, bezabálta a fát. Jó, szerintem egyelőre a díszítő elemeket kipakolgatom, mert díszítő elemekre, amíg nincs megépítve az alap, nem lesz szükség. Jó, és megnézzük, hogy a chaint, azt... Aha, jó, az így még olcsóbb is, mint gondoltam. Akkor a felét, még ezt is báldozzuk ilyennek, és akkor hát 13-at csináltunk. Jó, az valamennyire még elég lesz. Gomba nem kell. Ez nem kell, bot nem kell, kapa nem kell egyelőre. Ez sem fog kelleni szerintem. Jó, talán így az alapok jók lesznek. Fogjuk a kis építő állványunkat, és akkor felépítkezünk. Nagyjából így. Oké, és akkor úgy kéne elkezdeni, hogy így indulunk. Szerintem itt a legszélétől kezdjük el. Aha, oké, és akkor kell nekünk még slab. A slabet pedig rakjuk egyelőre ide. Szuper. Akkor ezt itt végig pakolgatom, ugye 6 hosszú lesz, így 3, 4, 5, 6, és akkor attól függően, hogy hova lyukadunk föl, fogunk használni ilyet, ezt kiütöm azért, meg ezt is, hogy amennyire csak lehet tudjuk megcsinálni a dizájnunkat, így. Mivel ugye nem lesz egységes magas mindig ez a tartóoszlop, így azt követem, hogy a lehető legtöbb brick volt használjuk, illetve egy darab láncot, és a lehető legkevesebb fenszet, így bármilyen magas is lesz, el tudjuk dönteni, hogy milyen blokkot használjunk, és ugye a lényeg az az, hogy igen, az alja az ebbe a vonalba legyen, ezt eloltam, és akkor át tudunk állni, és akkor, igen, ez így fájdalmas lesz,
de csak amíg az első sort meg nem építjük, utána szerintem sokkal jobban tudunk majd haladni, de ezek már nem jól vannak lerakva, de nem baj, szétes van nálunk, úgyhogy ezt kikapjuk innen. Hát ez jó nehéz lesz így megépíteni, majd ide rakom, akkor is fordítva rakja le. Akkor lehet, hogy szlebekkel előbb megépítek egy ilyen kis random utat, aztán majd ezeket kikapkodjuk innen, a nagy részét legalábbis, és akkor talán így, aha, így már jobbak leszünk. Így ezt az építős dolgot arra visszük, hogy fel tudjunk mászni. Hú, jó, oké, és inni. Egyelőre szerintem fáklyákat fogok lerakosgatni ide a fal mentén, hogy lássunk, aztán majd ezeket leszedjük. Ásó fog kelleni, cserkei fog kelleni, kard nem fog kelleni. Így ezt leszedjük, és akkor épülünk így tovább. Mondjuk itt már lehet, hogy el kéne kezdeni kifele jönni, és hogyha ezt ide rakom, jó, akkor tartja az alakját, király. Szerintem próbáljunk meg minél inkább kifele mozdulni. Talán itt is jöhetünk még egyet kijebb, és akkor itt mehetünk tovább egyenesen. Pár blokkot. Így, innen ezt kiszedjük, berakom még egy ilyet, innen ezt szedjük ki, innen most nem fog kelleni, egy sem. Jó, és így szépen haladunk előre. Ez tök jó, egyelőre. Szerintem itt ezt a blokkot hagyom meg, úgyhogy a többi nem kell. Oké, és mondjuk így már, ez már sok, ez ide nem kell. Jó, és akkor ezt szedjük még ki. Így lesz meg a négy blokkunk. Itt is jövünk kijebb. Egy szerintem inkább ez le. A pász nem így akartam kiszedni, de mindegy. Ezt akartam innen kiszedni. Vagy akár nem maradhat is ott. Így. Csak hogy elég random legyen. Ez a sok lerakott slab. Talán ez se kell ide, ide is inkább slabet rakjunk. Póroljunk ezekkel a tüzekkel, mert nagyon drágák. Szerintem ilyen két lépcsőt nem merek kihagyni. Így haladunk tovább, és akkor olyan gyorsan jövünk kifelé, amilyen gyorsan csak tudunk, és elfogyott a tűzünk. Jó, akkor csináljuk meg ezeket a tartó dolgokat. Azt mondja, hogy nem akarok pontos számot szerintem köztük kihagyni, de ilyen 4-5 blokknyi távolságra szeretném megépíteni. Kb. Ide jöhet a következő. Ezt ide lerakjuk, fogjuk ezt, így, így. Ha mondjuk itt pont nincsen semmi, de nem probléma, mert rakunk, az leesett. Akkor ezt kapjuk el. Úgy, így, né? Erre mehet ilyen, erre pedig ilyen. Szuper. Ezt a sort itt fejezzük be. Így, így. Például ide nem fog kelleni ez a fence, hanem akkor csak simán egy ilyet rakunk. Csodás. Itt már túl közel jövünk a falhoz, úgyhogy itt bontogatunk egy keveset. Legyen hely a fejünknek bőven. Úgyis randomizáljuk majd mindenféle blokkal, úgyhogy nem baj, hogyha innen kikapkodunk jó pár blokkot. Valahogy így. Fákját visszarakjuk addig. És akkor most ez alatt kéne megcsinálni a slabeket. De ugye nem végig slab lesz, és ez szerintem nem még csináljuk meg ezeket a függelékeket kicsit arrébb is, mondjuk ide. Így lesz is neki hely. Innen kiszedjük, és akkor így jövünk le. Csúcs, megcsináljuk a másik oldalát is. Kezdjünk egy ilyennel, megnézzük mennyi hely van itt. Ide csinálunk még egy blokknyi helyet, hogy legalább ide tudjunk rakni egy ilyet, így legalább változatos lesz. És akkor szerintem több egyelőre nem fog kelleni. Csináljuk meg az alját. Ahhoz viszont még csinálok pár ilyen gombot, táblát. Oké. Szedek le pár ilyen gyümölcsöt, mert ezeket szeretném majd ugye az aljára fellógatni, ezek meg majd úgyis fognak világítani maguknak, hogyha újra megteremnek. Szerintem egyelőre 8 darab elég lesz. Igen, és akkor még szeretnék csinálni trapdoorokat. Abból is jó sok fog kelleni. Jó, trapdoor. Illetve még slab is van. Kezdjünk egy slabbel. Jön egy lépcső. Nem arra, hanem így. Kell a másik oldalra is egy. Így. Ezeket pedig fallal kötjük össze. Remek. A gombokat pedig ilyen irányba rakosgatjuk le. Teljesen random. Így, hogy megtörjék az alját. Nagyon jó. Rakunk le egy-két ilyen táblát is, ahova fér. Hát ez csodálatos volt. Köszönjük az együttműködést. Jó, és akkor ilyen kerítéseket lógatunk le különböző helyekről, különböző mélységekbe, de kizárólag csak egy-kettő oszban, ne legyen túlzó, és akkor ahova lehet, még rakunk le ilyen kis világító blokkokat. Ez egyik rossz irányba áll, de szerintem úgy hagyom, mert nem mutat rosszul különösebben. Jó, csináljuk meg még itt az elejét is. Ugyebár csak az egyik slab kell ide. Aztán középre berakunk két falat. Ide egy ilyet. Ide pedig egy lépcsőt. Szuper. Ez ide nem kell. Jó, és akkor még slabek kellenek nekünk.
hogy az alját ugye megcsináljuk úgy, hogy ugye a közepe fele kicsit lejjebb ugorjon. Úgyhogy itt visszamászunk, szerintem itt az elején kezdjük el. Oké, ezeket egyelőre leveszem, és akkor jöhet egy ide, kettő darab ide, valahogy így. Igen, ez hiányzott még oda, tök jó. Megcsináljuk akkor a következőnél is. Azt mondja, hogy rakunk egyet ide, ide, ezt kikapjuk, ide kettőt rakunk, és akkor innen egy ilyen fenszet lelógatunk, onnan már nem. Ez itt jobban lenyúlhat. Így elkezdhetjük megcsinálni oda bent a kis díszítésünket. Ehhez akkor anyagokat cserélek, például ez fog kelleni, ez fog kelleni, ez fog kelleni. Viszünk pár gombát is, hát ha le tudjuk valahol rakni. Oké, és valahogy felmegyünk, és akkor kezdjük mondjuk ilyennel, így. Oké, és akkor a dripstone lesz itt majd az, ami megadja igazán a hangulatát az egésznek, úgyhogy abból pakolgatunk le. Sokat, de nem túl sokat. Ezek majd valószínűleg meg fognak nőni, hogyha nem, akkor rakok fölé követ. Olyan mészkőkövet, amitől megnő. Jó, rakunk le pár ilyen vaskorlátot, illetve ilyen trapdoorokat. Úgy fel tudjuk őket nyitogatni egy-két helyen, ami ilyen minimalista kis korlátként fog szerepelni. Jó, majdnem leestem. Tök jó, ezeket akkor levesszük, és akkor pár lámpást fogunk ide használni. Egységesítsük, rakunk le ilyen kerítéseket is, hogy lógjanak le ilyen random módokon, mintha ezeknek bármi értelme lenne itt. Pont úgy, meg egy-kettőt rakunk le így is, mondjuk nem így egybe. Jó, és még egy-két táblát is ide felragasztunk, meg pár gombot. Jó, menjünk le és nézzük meg, hogy ez így egész jó. Igen, hogyha elkezdenek azok is világítani, akkor tök pöpec lesz. Valahogy így, ide is rakhatunk egyet. Jó, szerintem ez így már elég hangulatos. Ez a fehérkő annyira nem, de majd, hogyha itt tovább jövünk a rendes kő meg andezit felé, akkor sokkal jobban fog kinézni, mivel ezekkel a blokkokkal sokkal jobban megy ez a spruce fa szín, ez a világos barna, mint ezzel a fehérrel, ez itt nagyon vakító, de ugye hát itt kellett elkezdenünk építkezni, hogy ugye sorba tudjunk haladni. Úgyhogy szerintem ezt egy montásba itt végighúzom, szerintem maximum a házig, vagy amennyi blokkunk kijön, aztán megpróbál még az elejét is úgy megcsinálni, hogy ilyen lépcsőzetes dizájnnal valahogy le tudjon jönni. Sikerült végigérni, szinte majdnem a házig, itt a fordulópontnál megálltam, hogy majd kitaláljam, hogyan folytassuk tovább, de szerintem elmegyünk itt a ház fölött, és majd bemegyünk abba a barlangba, ami még nem egy barlang, de az lesz, viszont az nehéz lesz ott kiásni, mivel a fal mögött ugye egy hatalmas nagy tó van, úgyhogy bele fogunk ásni a vízbe, amivel majd kezdeni kell valamit, de még az is lehet, hogy tök jó fog kinézni, hogyha sikerül valami olyan megoldást kitalálni, hogy átlátszon a víz a falon. De előtte meg kell csinálnunk még az itt levezető lépcsőt, hogy rögtön itt az első kereszteződésünket meg tudjuk csinálni. Ahhoz viszont ki kell vágnunk az első azália fánkat, mivel ez itt útban van, és legalább lesz egy kis ilyen fánk is. Fura, hogy ez a standard fa a Minecraftba, és még semennyi nincs belőle. Eddig mindig a kétféle sötétebb típussal dolgoztunk, de ahogy eltűnik a lomb, megcsinálunk ide egy olyan lejárót, amit már nem ilyen függelékek fognak tartani, hanem a falból kinövő ilyen, hát lényegében fa oszlopok, gerendák inkább úgy mondom, azok fogják legalább 2-3 helyen megtámasztani a lépcsőt, hogy ne csak a levegőbe lógjon, és akkor egy ilyen kis szép, nem ilyen full egyenes lépcsőt akarok, hanem egy kis lejtést akarok bele, hogy ilyen lágyan leessen ide hozzánk, mint hogyha lógna a levegőből, úgyhogy akkor építsük meg ezt is. We'll be right back.
úgy gondolom ezzel elkészült a kis feljárónk, a lomkorona sétány. Szerintem nagyon hangulatos lett és nagyon jól néz ki innen fentről is. A befűsített kis barlangunk, nem is kicsi barlang, elég nagy barlang. Lentről, fentről, mindenhonnan szerintem tök jól néz ki. Nagyon hangulatos lett, főleg hogyha majd elkezdenek még világítani ezek a globerrik, akkor még impozánsabb lesz szerintem. Szerintem ez egy remek kis építkezős videó lett, ilyesmivel folytatjuk a következő videóban is. Addig is legyetek jók, legközelebb találkozunk, sziasztok!